A kézirat tanúsága szerint 1823. január 22-én tisztázta le a himnusz kéziratát Kölcsey Ferenc. Ennek emlékére ünnepeljük már több mint 30 éve a Magyar Kultúra Napját. Tavaly decemberben a 200. évforduló tiszteletére az országgyűlés hivatalosan is emléknappá nyilvánította január 22-ét. Ilyenkor országszerte számos rendezvényt szerveznek, hogy bemutassák a magyar kultúra gazdagságát, sokféleségét, hagyományait. A székesfehérvári közösségi és kulturális központ is színes programpalettát kínál az emléknap alkalmából. Az ingyenes rendezvény 14 órakor kezdődik filmvetítéssel a fürdősoron. 2 órakor leginkább a gyerekeknek szánjuk, illetve a gyereklelkű felnőtteknek a Kemény kalap és krumplior című művet, és 17 órakor pedig a Hippolita lakányt fogjuk levetíteni. A 2 között pedig a magyar filmkultúra, a mai magyar filmkultúra rövid filmeit fogjuk vetíteni, amit szeretettel ajánlok a közönségnek. 16:00 pezsgős kocintásra és a házon belüli kultúrsétára invitálja a vendégeket a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ. Itt a Fehérvári Balettszínház, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar is fellép. Beszélgetünk a rövid filmekről, illetve megnézhetik a kiállításunkat, amit a Vörösmarty Színház 2018-as Régi Módi Történet című előadásának jelmezeiből és bútoraiból fogunk összeállítani. Remélhetőleg vendégünk lesz a jelmeztervező Varja Zsófia is. Emellett 17 órától Polc Ellen ideje a meghalásnak című darabját is láthatják a kultúra szerelmesei a színházteremben. A rendezvény zárásaként 19 órától Szabó Balázs bandája muzsikál a közönségnek, de a programok idején társasjátékokkal is lehet majd ismerkedni. A Mékasdia projekt 17 órától az alkalomhoz illő, a magyar kultúrához kapcsolódó képekkel öltözteti ünnepi díszbe a fürdősori épületet. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva a Barátságmozi január 21-én magyar filmeket tűz műsorára.